2017 óta először lesz újra MB2-es labdarúgó mérkőzés Kozár Mislenyben. Tóth László együttese a Tisza Kécske csapatát fogadja a Merkantil Bank Liga második fordulójában. Mivel folyamatban van az edzőpálya építése, és amíg az nem készül el, mindössze egy füves nagypálya áll csak rendelkezésre, a Szederkényesével a közelmúltban kötött együttműködésnek köszönhetően a közeli település pályáján is vezényel edzéseket a felnőtt gárdának a szakmai stáb. A tavalyi bajnokcsapat egyik alapembere Vajda Roland, aki egyszer már a Szentlőrinccel feljutott a másodosztályba, nagyon várja az első hazai MB2-es találkozót. Ma jól sikerült a nyári átközeles időszak, jó játékosok érkeztek a csapathoz, és be is tudtak már illeszkedni, azt gondolom, hogy rendben leszünk. Kirtner Krisztián a 2016-17-es szezonban már szerepelt az MB2-es Kozár Mislenyben. Két éve érkezett vissza, a vasárnapi ellenfél a Tisza Kécske csapatától. Tavaly 21 gólig jutott. A labdarúgó eddig 146 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, mislenyi színekben, és 54 gólig jutott, ezzel feljött a góllövő listán a második helyre. Teljesen más, tehát azért az Iromtól elkezdve minden a párharcokig, minden sokkal keményebb, de bízom benne, hogy ezt is meg fogjuk tudni oldani. A HR Rend Kozár Mislenny Tiszakécskei LC MB2-es labdarúgó mérkőzés augusztus 7-én vasárnap 19 órakor kezdődik a Kozár Mislenyi stadionban.